Kedves testvéreim, elgondolkoztató, hogy a Szentírás nem említi azokat, akiket az egyház ma ünnepel. Vajon miért? Figyelmetlenségből? Nem törődömségből? Pedig fontos szerepet töltött be Joakim és Anna, a boldogságos Szűz Mária szülei, hiszen az ő emberségüket tanulta, az ő példájukat látta, az ő Isten szeretetüket és bizalmukat ismerte, és így nagy befolyással voltak boldogságos Szent Szűz lelki életének alakulására. 24 évesen ment férjhez Joakimhoz Anna, aki Názáretben lakott és Dávid nemzetségéből származott. Majd 20 évig éltek gyermektelenül, ami miatt sok megaláztatásban volt részük. A második századból származó apokrif iratokban ezt olvassuk. Egyszer midőn a templom szentelés ünnepére fölmentek Jeruzsálembe, s Joakim áldozati ajándékot akart felajánlani, akkor egy Iszakár nevű pap visszautasította ajándékát azzal indokolván, hogy bűnös kézből nem fogadja el. Joakim házasságának terméketlenségét ugyanis bűnössége jelének tartották. Majd így folytatja tovább, e megszégyenítés olyan érzékenyen érintette Joakimot, hogy fájdalmában és szégyenében nem tért haza otthonába, hanem a pusztába ment, ahol nyáját legeltették. Ott élt 40 napot böjt és imádság közepette, kérve Istentől a gyermeket. Felesége Anna otthon maradt, és szomorúan azért imádkozott, amiért a férje, hogy Isten adjon házasságukba gyermeket. A kertben madárfészket látva még szomorúbb lett, hogy ő gyermektelen maradt. Isten azonban angyalt küldött a pusztába Joakimhoz, hogy menjen Jeruzsálembe, ahol az aranykapu előtt feleségével fog találkozni. Találkozás valóban megtörtént, mindketten fogadalmat tettek, hogy születendő gyermeküket Isten szolgálatára ajánlják. Milyen kedves és érdekes leírás ez, még ha csak legendán alapul is. Mennyi emberi és mennyi példaértékű gesztus találhatunk benne. Azért Isten bocsássa meg annak a papnak, hogy visszautasította az áldozatot, mondván, hogy bűnös. Aztán milyen nagy lett Joakim, 40 napig böjtölve imádkozik, mert valami nagyon nagyot akar. És ebben társa a magára maradt Anna, aki ugyanazért imádkozik, és egyikük sem lázad az Isten ellen, hanem kérik a megoldást, az ő életük görcsének a föloldását. És lám még a természet szépsége is, mint egy figyelmezteti Annát a kis madárfészek, és az ő fészkük még üres. Aztán megtörténik a csoda. Anna 44 évesen kislány szül, és Máriának nevezi el. 12 évig imádkoztak. Nem fáradtak bele. Nem adták föl. Ezzel szemben mi milyen könnyen feladjuk. Néha azt gondoljuk, hogy nincs értelme az imádságnak. Máskor meg úgy érezzük, hogy
az Isten sajnálja tőlünk. De igazából föl tudunk mi mutatni valami nagy kérésünk mellett egy 40 napos böjtöt, 12 éves imádságos kitartást, lázadás zokszó nélküli elfogadást. Nem, de sokkal inkább türelmetlenek vagyunk magunkkal is, az Istennel is, egymással szemben is. Maga a két elnevezés is sokat mondó nagy ajándék, mert Anna azt jelenti, kegyelemmel áldott. És az ő lányát, majd Máriát, hogy szólítja az angyal? Kegyelemmel teljes. Joachim pedig azt jelenti, Isten megvigasztal. Vagyis a nevükben hordozták azt, amire várakoztak, és talán hittel várták, türelemmel, hogy beteljesedik, amit a nevükben hordoznak. És sokszor úgy gondoljuk, hogy nem hallgat meg az Isten, pedig minden kérést meghallgat, csak nem biztos, hogy akkor és úgy teljesíti, ahogyan mi akarjuk. Hiszen az elsődleges, az Isten szempontjából a kérésünk szerint, hogy ez mennyire szolgálja a mi üdvösségünket. Valaki olyan szépen fogalmazta, az imák jönnek, mennek, de egy sem marad meghallgatlatlanul. Abban a korban is, mint napjainkban, mindenki élte a maga életét. De volt egy család, amelynek az élete nem mindennapi volt. Ma is hány olyan család van, akik csöndbe beburkolózva hordozzák a maguk terhét. És ennek a történetnek, Joachim és Anna példájának az üzenete az számunkra, hogy az Isten mindig számol az ilyen engedelmes emberekkel, mert rájuk számíthat. És milyen nagy dolog, ha egy közösségben, egy családban vannak ilyen odaszánó emberek, akik mindent rámernek tenni az Isten akaratára. Akármi történjen is, az Isten akarata teljesedjen, mert úgy lesz az jó. Joachim és Anna őrizték a hitüket, amelyet Istentől kaptak. És ma már ott tartunk, hogy a nagyszülők sem őrzik a hitüket. Arról nem is beszélve, hogy nem is adták át. De ugyanakkor hányszor panaszkodnak idősök, és nem győzzük vigasztalni őket, hogy atya, én mindent megtettem. Abban a nehéz időben is imádkoztunk, hittanra járt, egyházi iskolába, nem is vették föl az egyetemre, és minthogyha az egész füstbe ment terv lenne. De hát nem a minap hallgattuk az evangéliumba, hogy vannak magok, amelyek útszélre esnek, vannak magok, amelyek köves talajba hullanak, és vannak magok, amelyek termést hoznak. De azért látni olyat, hogy a kövek között is kikel az a búza. Látni olyat, hogy az útszélét is végig kíséri az a búza. Az Isten bőkezű a magvetésben, csak mi legyünk türelmesek annak kivárásában. És éppen Joachim és Anna türelmét mutatja az Istennek a válasza, hogy angyalt küld hozzájuk, hogy hírül adja nekik, elérkezett a pillanat, hogy az Isten elkezdjen cselekedni a ti életetekben. Testvéreim, mindnyájunkat megszólít az Isten. Ezt a két szentet úgy szólította meg, hogy nem kapták meg, amit leginkább szerettek volna, hogy gyermeket ölelhessenek a karjukba. Eljutottak a nulla pontra, amikor talán már emberileg meg is értjük, hogy föl kellene adni, és akkor válaszol az Isten.
Olyan sokszor imádkozzuk a szűzanyához, hol már ember nem segíthet. Miért nem hisszük el ezt egyszer? Annát magának foglalta le az Isten, hogy elkezdjen benne és általa valami jót, amely igazából nem is annyira az ő személyéhez kötődik, mint az egész emberiség személyéhez, hogy előkészítse az ígéret beteljesedését, hogy elküldi az asszonyok szülöttei között azt, aki széttapossa a sátánt. És ehhez kellett Mária tisztasága, ehhez kellett Annának az aggodalma, imádsága, kitartása, szenvedése, mert az Isten soha nem az egyént nézi, hanem mindig a közösséget, a népet, az egyházat, és az Isten nem csak lát, nem csak meghallgat, hanem egyszer elkezd cselekedni is. Az imádság, testvérek, olyan, mint amikor az ember megpucolja a szemüvegét, és hogy egyszerűen tisztábban kezd látni. Nem is olyan homályos ez a világ, csak én láttam annak. Vagy ahhoz is hasonlíthatnánk, amikor mondjuk egy hegytetőről lenéz az ember a völgybe, és lát egy sötét falut, és akkor ott a falu szélén az egyik házban egy parányi kis fény világít. Ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy csak egy család lakik ott, hanem azt jelenti, hogy abban az egy családban ott van a fény, amely világít, amely biztonságot ad, és az Isten ezeket az apró kis fényeket akarja a mi szívünkbe adni, hiszen a mi életünk sokszor ilyen a nagy sötétségben világító apró fénysugár. Vannak ilyen emberek, akiknek az életéből a környezet sötétsége ellenére is fény ragyog. Fény, amely nem más, mint az Istenre figyelés, a hűség, az áldozatosság, a közös ima, a szentségi élet. Vannak ilyen családok, mert ha vannak, akkor nem kell félnünk a jövőtől. És ha az Isten meg is sebez bennünket, akkor be is kötözi. Ha könnyed csal is a szemedbe, mondta valaki, akkor odaadja hozzá a zsebkendőt is. Testvéreim, annyi mindent, üzenetet, bátorítást hordoz Szent Joakimnak és Annának az élete, annak ellenére, hogy oly keveset tudunk róluk, de ugyanakkor az Ószövetségi Szentírásban sokszor találunk hasonló családokat, akik ugyancsak fájdalommal hordozták életük megsebzettségét, a gyermektelenséget, és mégis az Isten meglátogatta őket, akár a bírák korában, vagy a királyok korában, a kis Sámuel, vagy keresztelő János. És ezek mind-mind ugyanahhoz a gondoskodó isteni szeretethez tartoznak, amely ma sem szűnik meg az emberek gondja bajával szemben. Még néhány dolgot emeljünk ki Szent Joakim és Anna életéből. Ez a házaspár őszinte volt egymáshoz. Minden igazi házastársi kapcsolat egyetlen alapja ez az őszinteség. Amikor ez megromlik, akkor azzal megromlott a házasság is. Aztán beszélnek, sőt megbeszélnek egymással dolgokat. Nem csupán békésen élnek egymás mellett, mint ahogy ma a legtöbb családban, hanem egymásért és egymással élnek. Ott maradnak, ott szenvednek, ott viselik el a megpróbáltatást, ahová az Isten helyezte őket, és ott lesznek áldássá mások számára. Alázatosak és hűségesek, nem hagyják el egymást azért, mert problémák vannak. Időnként szoktam mondani a jegyeseknek, ez a nagyon szép és régies veretű magyar kifejezés az esküben, hogy holtomiglan, holtodiglan, és nem untomiglan, untodiglan.
ezek a szent házaspárok, akiket az egyház számon tart, vagy akiket talán a saját környezetünkből is hál' Istennek ismerhetünk, példái az egymásért élésnek, az együvé tartozásnak, az egymással való közös küzdelemnek, mely az Isten felé vezet minket. Tudnak kitartóan imádkozni. Talán ők is megmondták már, Istenem, nem tudom, hogy mit tegyek. Te mondd meg. És az Isten a lelkiismeret végén, lelkiismeretünk mélyén, csöndben, de határozottan válaszol. Vannak hűséges emberek, hűséges családok. Talán az életüket, ha ismerjük, nem biztos, hogy irigyeljük. Mennyivel többen lennének keresztények, az Isten megoldana minden gondunkat és problémánkat. Tehát az Isten arra tesz keresztet, aki képes azt elviselni. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem úgy követi Krisztust, az nem tartozik hozzá. És ezek az emberek, ezek a családok hordozzák, és van bennük valami, ami nagyon mély, nagyon értékes és pótolhatatlan, ez a bizalom és a ráhagyatkozás. Ezen a mai napon, amikor tisztelettel tekintünk a nagyszülők védőszentjeire, boldogságos szentszűz szüleire, és ilyen értelemben akkor a mi családjainkra, a nagyszüleinkre, akkor úgy kell éreznünk magunkat, hogy mi is ott állunk az Isten színe előtt. És lehet annál csodálatosabb, mint amikor valaki fölismeri azt, hogy hát akkor én a problémáimmal, a szenvedéseimmel, a kínjaimmal részese vagyok az Isten tervének. Valami csodálatos dolgot kezdett el bennem és általam. És Joakim és Anna ennek voltak részesei. Elkezdődött a megváltás kiteljesedése, ráébredtek arra, és boldogan fogadták a gyermeküket, Máriát, akit rögtön vissza is adtak az Istennek. Tőled kaptuk, a miénk, de rábízzuk a te szeretetedre, őrizd és valósítsd meg mindazt, amit terveztél benne, és adja Isten, hogy megvalósuljon mindaz, amit bennünk is eltervezett az örökké való Isten. Amen.